Megvette a hagymatikumba éves bérletét a makói polgármester dr. Búzás Péter ma délelőtt. Makó kártyával féláron kapta meg a korlátlan belépésre jogosító lapot. Mindezért 100 000 forintot fizetett üdülési csekkel és készpénzzel. A vásárlás kicsit tovább tartott az ilyenkor megszokottnál, mert a polgármesternek egyenként kellett aláírni a csekkeket. Már korábban eldöntöttem, hogy váltani fog egy éves bérletet. Megmondom őszintén, a példát Nógrádi Zoli jelentette számomra, amikor ő itt volt Makón, akkor mondta, hogy figyelj, el kell jönnöd sűrűn a fürdőbe, mert neked is látni kell azt, hogy mi működik jól, mi nem. Ne felejtsd el, hogy a gazda szeme hízlalja a termést, és ma én respektálom a Zolit. Tehát én ugye tisztelem Lázár polgármester kollégámat, a szomszédvár polgármesterét Hódmezővásárhelyen, és Nógrádi Zolit pedig Móralmon. Érdemes rá odafigyelni, ő már csinált egy fürdőt, és hogyha mi azt akarjuk, hogy a miénk jobb legyen, mint az övé, akkor kell figyelni. Ez is az egyik motivum. A másik, hogy hát ez azt jelenti az éves bérlet, hogy bármikor el tudok ide jönni. Aztán volt a kérdésnek egy olyan eleme, hogy voltam én már fürdőbe. Óriási baj van, tehát én egy munkabániás pasi vagyok. A műtét előtt este 9-kor jártam haza, mióta volt 5 évvel ezelőtt a műtétem, ez a magbél és tájogműtét. Azt követően általában este 7-ig dolgozom, most a lakossági fórumokon lehet, hogy ezen egy kicsit hosszabb, és most pláne a költségvetés összeállítások időszakában, hát nem kerülhetett erre sor. Ugye a fürdő átadás volt január 24-én, addig az ütötte ki mindennapjainkat a kollégákkal együtt, most a költségvetést állítottuk össze, de előbb-utóbb eljön annak az ideje, hogy a Nógrádi Zoni tanácsát megfogadjam, és valamikor eljöjjek és kipróbáljam. Jókat hallottam magáról a fürdőről, arról is, ahogy itt bánnak az emberekkel, még akkor is, hogyha hallok olyanról is, hogy néha egyik-másik eleme ennek az ügynek hagy kívánivalót maga után, de én azt teszem, hogy azt nem a tévében mondom el, hanem azt megbeszéljük az igazgatóval, de hál' Istennek nagyon sok jót hallottam. Jó volt megélni azt, hogy amikor az ember jött ide a fürdőbe, akkor nem tudott olyan makóival összetalálkozni, aki nem mondta volna, hogy jó van, polgármester úr, gratulálok, nagyon jó, örülünk neki, szuper a fürdő. Tehát rengeteg jó impulzust kapok, úgyhogy jövök én is, hogy kipróbáljam. Ja, még egy apropó. Makói anyukának a Pestre származott gyerkőce volt itthon barátnőivel együtt, és el van mosva a szaunavilágtól. Tehát az, amit már többször mondtam, hogy egyedi a szaunavilág, például ez is a fürdőigazgatónak köszönhető, ő hozta azt a belső építést, aki a szaunavilág belvilágát megálmodta. Állítólag a szaunavilág egyedi, olyanok mondták, akik több ilyen típusú fürdőben voltak már. Úgyhogy jó érzés ezzel szembesülni, úgyhogy megvettem a bérletet. Most már jönni fogunk, ezt követi majd az, hogy a család többi tagja is vagy ilyen, vagy amolyan bérletet, vagy hát mindenki eldönti majd, hogy ő miért. Nekem ez egy kicsit a munkámhoz is kötődik, hogy éves bérlet, és akkor tudok jönni, amikor akarok. A polgármester kombinált bérletet kérte, a 30. sorszámút kapta. Ő volt a 220., aki valamilyen bérletet váltotta fürdőbe.